Szép estét, ismét itt vagyok. Folytatom a streamet. Subnautica Below Zero-t kaptam most elő. Ugye ezt már játszottuk ezen a csatornán. Kapott frissítést a játék, ez az apropója, hogy most elővettem. Ilyet ez az egyik apropója, a másik apropója nyilván meg akartam nézni, mennyire fut. Jól, az új konfiguráción jelentem fut, úgyhogy elméletileg teljesen sima, most ugye 1-2%-ot levon a OBS-t, mint streamer programot teljesíteni, de remélem nem lesz ez zavaró. Na, a játék kapott frissítést, nem is keveset. Bizonyos tekintetben visszaléptek egy picit a fejlesztők. Esetleg akik nem ismerik a Subnautica-t, annyit kell róla tudni, hogy egy olyan Early Access játék, ami hát valószínűleg ki is fog lépni az Early Access-ből, hiszen az első Subnautica játék már kilépett és teljesen sikeresen hozta, amit hozni kellett. Úgyhogy én nagyon bízok a fejlesztőkbe, szerintem ez menni fog nekik ismételten. Ott akkor a játék annyiban ért véget, vagy hát ott ért véget, hogy eljutottunk eddig a bázisig, és itt egy kommunikáció, tehát egy rakétát találtunk, amit felújítottunk, vagy megcsináltunk, és fölküldtünk volna éppen valamit a bolygó körülkeringő társunknak, aki ott héderezik abba a kis űrállomásba. Itt valami repülő, nem tudom, ez volt, de mindegy. Na, ott az volt eddig meg, ugye a Subnautica-ról tudni kell, hogy ugye egyrészt szerintem szándékosan, másrészt meg hát nyilván a fejlesztés miatt ugye folyamatosan alakul a történet, tehát az egynél is az volt, vagy az első résznél is az volt a helyzet, hogy folyamatosan játszott az ember, játszott, és mindig más és más volt, és a végső történet már nem az volt, mint az eredeti történet. Ez tök jó volt, mert nem unta meg az ember, tehát ott ugye annyi volt, hogy elkaptunk valamilyen fertőzést egy ilyen kockától, valami géptől, ami bekúszott a fejünkbe. Ez most is megtörtént, tehát ezen még nem változtattak jelen pillanatban. És ugye próbálunk visszajutni, annyi a különbség már most, én szerintem az nem így volt az első alkalommal, hogy amikor visszaértünk a bázisunkhoz, akkor volt egy mentőhajónk, amivel a társunk mondta, hogy menjünk fel, és akkor minden rendben lesz. Na most ez a mentőhajó elindult. Kivel a fedélzetén, azt nem tudni, tehát ezt majd bonyolítják tovább. Egy kicsit izgalmasabb lett így egyébként a történet, de mondom, ezt még szerintem át fogják alakítani, úgyhogy ez nem a végleges. Közel sem a végleges, majd meglátjuk, mi lesz a legvége. Ezt ugye meg kellett javítani, ez most épp látszólag, tehát most ezen is változtattak. Most annyi van, hogy itt van egy rádióantennánk, amit hát meg kéne javítani. Van is javítunk, mert azt már megcsináltam, hogy legyen javítunk, viszont nem így kell megjavítani, hanem ahogy itt írja, valami roncsot vagy egyéb törmeléket kell kiszedni belőle, amihez lézervágó kell, megolvastam a fórumot. Úgyhogy most elsődlegesen szerintem lézervágót fogunk keresni. Ami újítás, hogy szerintem ilyen effektek például nem voltak. Tehát ilyen havas, jeges, eső nem volt. Tehát a felszíni világ az egy picit zordabb lett, nem is sokkal, hanem nagyon. Egyrészt ugye megfagyunk. Ami szerintem megint csak újítás, mert eddig nem fagytunk meg. Én legalábbis nem emlékszem ilyen, hogy meg tudtunk volna fagyni. Tehát hogy látszódik, hogy szépen jegesedik el a környezet, kicsit vacogunk már gyakorlatilag úgy hallani a hangefekteket, illetve a szívverésünk gyakorlatilag erőteljesen lassuló példa van, hát folyamatosan lassú. Nem próbáltam ki, mikor áll meg a szívverésünk, tehát mikor pusztulunk meg. Ugye ez újítás, mert eddig a felszínen ugye bármeddig el lehettünk, és a víz alatt kellett csak az oxigénnel foglalkozni. Most ugye ezen változtattak, mert ugye ennek a játéknak hangsúlyos része lesz a felszíni bohóckodás. Az első részben is volt felszínbóckodás, de azért ez nem volt olyan hangsúlyos. Illetve értelmet kapott a kávégép, mert hogy a kávégép fölmelegít minket, úgyhogy tankolunk is egy kis kávét. És megpróbáljuk összekavarni, vagy kaparni ezt a lézervágót, ami törmelékből kell összeszedegetni. Szuper, kaptunk egy kávét, tehát az részhelyzete nagyon jó lesz. Hát ilyenek is bejátszottak, szerintem ilyen se volt. Ugye alaptörténete annyi talán, ha jól emlékszem, hogy ugye itt vagyunk ezen a bolygón, ahol mi kutattunk.
és mindenféle idegen technológiákat próbálunk itt lenyúlni, mert hogy tudjuk, hogy itt volt valami idegen intelligencia, vagy élet, és ugye ez a tábla itt viccesen mondja, hogy ha találunk ilyet, az pénz. Egyébként meg úgy történelmi értékek keresgélése az nem pénz, tehát arra ne fecséreljük az időnket, mert az nem ér semmit, tehát erőteljesen piaci alapokon nyugszik ez a cég, akinek dolgozunk, csak hát ugye történt némi gebasz, úgyhogy gyakorlatilag most itt vagyunk a zord környezetben. Na, ennyi van, ja, és egyébként van egy új kütyünk, egy ilyen érckereső. A pontos működésére még nem jöttem rá, de nem hiszem olyan ördöngős. Valószínűleg ugye irányba kell tartani, és akkor megtalálja nekünk a fémeket. Most minden esetre viszont én visszamegyek akkor a tengerbe, a természetes közegünkbe visszakúszunk. Hát tud ilyen jégeső lenni, tud egy relatíve ilyen kis barátságos idő lenni, tud köd lenni, tehát valamikor ilyen köd van, az nagyon-nagyon ramaty. Azt nem szeretem, nagyon nem szeretem a ködöt. És visszaveszem kettesre. A köd az borzasztó, tehát nem gusztustalan. Tulajdonképpen ugye nem látni az ég egyet a végén semmit. Ugye itt vannak ilyen fémek, szerintem ezek se voltak a szigeten, de hát ez is tök normális, hogy folyamatosan változtatják a készítők a végleges megjelenésig a recepteket, tehát hogy miből mit tudunk csinálni, illetve mit hol találunk. Úgyhogy ez változott. Na most itt lehet, hogy el is tévedtem, mert mintha erre én még nem jártam volna. Na mindegy, szóval lett egy ilyen kürtő, ahol ilyen kristályosított szulfúr találunk, ami fontos, mert majd abszolút fontos lesz, és ezt eddig valami, abban a robbanó lényecskéknek, a úszó valamiknek a valamiéből van. Ja, és akkor ez a fűtőtestünk, ez se volt szerintem. Tehát egy kis virágért beállunk, és akkor rögtön ez fölmelegít minket. Kvázi egy ilyen bio hősugárzó jelleggel. Na és ugye van egy új bájom, tehát van egy olyan terület, ahol amit beborongolhatunk, azon van egy ilyen rettentő lény egyébként, amit hát szerintem, vagy amivel szerintem találkozunk majd. Nyilván találkozni fogunk, most viszont egy területet kéne megtanulni, hogy ott a kis mentő kapszulánk, hát aki tényleg nem látta az előzményt, vagy hát ismétlésképpen, tehát ugye az alaptörténet annyi volt, hogy fölkötünk a kis ágyikunkból, majd utána bezavartak minket egy barlangba, hogy ott nézzünk meg valamit, és akkor ránk omlott a mindenség. Gyakorlatilag itt tartottunk, és onnantól kezdve igazából azóta csak túlélünk. Ez van. Bágok azért jöttek elő, hang nincs, úgy hang nincs, hogy szöveg nincs. De azt írták is, az nem úgy bág, hogy bág, hanem tudatos. Tehát nem kivették meg egyelőre a hangokat, tehát gondolom nem akarják mindig újra szinkronizáltatni emberekkel a dolgot. Nyilván majd megvan a végül, hogy a szöveg gondolom leszinkronizálják, vagy hát narrálják, addig igazából be kell érni a sima szöveggel. Nyilván ez nem annyira hangulatos, de ez így az jó lesz. Nem tudom, remélem a kép jó. Maga a játékmenet az nagyon sima. Elméletek a stream is, annak kell, a streamnek is az simának kell lennie. A hangok... És jön is a visszajelzés. Effektet nem hallom, kép sima, szép, szuper. Effektet akkor szerintem lehalkítottam nagyon. Egy pillanatok, azt visszateszem. Mert ugye most a napfiához lett igazítva. Egy kicsit visszatunkoljuk. Na most talán jobb a helyzet. Ugye ez nem ordít ez a játék annyira, mint a többi.
Olyan rettentő nagy jelenségekkel itt nem találkoztam még, ugye itt van az a cápaszerűség, amit hát a relatíve azért elég könnyű kijátszani, mert annyira nem szabad nagyon nyílt vízben úszkálni. De vagy felszínen, vagy egészen a tengerfenéken úszok, akkor úgy vettem észre, hogy az nem bánt. Amikor azért volt egy ilyen kis beszaratós rész az elején, mert amikor betévedtem erre a területre, akkor azért átment ijesztőbe. De azóta nem részes. Na már most, akkor azt kell megtalálni. Én szerintem a ránk omlott a mindenség, ugye ott van az a, hát nem szépen, nem túl szépen kidolgozott, de azt hiszem az ott az egykori bázis. Gyakorlatilag úgy, hogy valahogy vissza kéne mászkálni. Jég alatt. Fölött alatt, illetve hát egy rádiójelünk van egyelőre, ez a vízhezet ilyen ellátásos valami. Amihez már elmentem, és ott volt egy barlang, de én úgy emlékszem, hogy abban a barlangban nem volt semmi, használtuk. És még mi nem volt ilyen motoros valami, mert én nem is nagyon szerettem volna lemenni. De most lehet, hogy az lesz, hogy még egy kicsit bemegyek oda is. Már nem emlékszem, hogy volt a további átjár. Ugye eddig egy támpontot adott. Az, hogy 200 méteren találunk valamit, tehát azt meg is találtam, ott szedtük össze ezt a valamilyen intelligenciát, ami bemászott a fejünkbe, és azóta gyakorlatilag ugye egy kicsit nem vagyunk százasok, a kettőt igen, persze. Azóta, hogy hangokat hallunk, ja, tehát most nem halljuk, csak olvassuk, mert mondottam, a hangos nincs. A legutolsó napló bejegyzés az annyi volt, hogy ja igen, ez az antennás, tehát ez az, ami új, úgy új, hogy ugye változtattak a sztorin. Hát egy kicsit nehezítették. Egyébként hozzáteszem, ugye az elég könnyű volt oda fölkergetni az anyagot, mert vagy nem is emlékszem már, vagy lehet, hogy nehéz, nem tudom. De azt mondom, hogy javítani kellett, tehát a javítóval kellett megcsinálni ezt a kapszulát, és akkor bele kellett tenni a mintát, azt hiszem magunkból kellett egy mintát fölküldeni, hogy elhiggyék nekünk, hogy nem vagyunk megfertőzve. Ami hát probléma, mert meg vagyunk, úgyhogy akkor is lehet, hogy rájöttek a készítők, hogy ez így kicsit logikailag sántít. Úgyhogy túlzottan gyorsan megoldhatatlanná válik a helyzet. Jó, hát most eleraktam az innentől, hogyha az hihetlet volt. Majd ezek kéne némi víz, meg tápanyag, meg ilyen. Ja, vízünk azon. Ja, nem kell rakni. Berakni, igen, egy kicsit most meg elszoktam az irányításától. Vital signs stabilizing. Víz. Van egy szárított halunk, de azt lehet tesszük jobb időkre. Mintha halakból is lett volna egyébként, úgy, mintha ilyen halunk. Ilyen húfis vagy. Húfis, inkább húfis ilyen nem volt szerintem. És ha már gyűjtöttem ilyen növényzetet, akkor gyorsan csinálok akkumulátort. Ugye a zöld ionkockából lehetett csinálni ugye spéciaksit, ilyen alienaksit, úgyhogy most azzal megy a kis víz alatti úszókánk. Tele jól bírja, tehát eddig már úszkáltam össze-vissza vele is. Gyakorlatilag 10%-ot vagy 19%-ot merült, tehát tényleg bírja, de azért ennek is előbb-utóbb eljön a vége, úgyhogy vigyünk sima elemet. Jó, hát kár, most nem jön. Nem szükséges, de jöjjön, azért hát összekapkodjuk. Ilyen hal ugye volt. Ebből lehet ugye vizet csinálni, szerintem ez se így volt, tehát vizet nem halból csinált az ember, de ugye ez a döglött hal, azt így dobtam, és meg nem tűnt el. Akkor halakat továbbra is olyan egyszerű összeszedni. Egyszer volt olyan, hogy ki kellett nyírjam már karakter konzolból, mert
olyan bug volt, hogy beszorultam a terepágra. Nem érzékelte, hogy víz alatt vagyok, és elkezdett gyalogolni a vízbe. Hát nem tudtam úszni. És hát nem tudtam, kellemetlen volt, mert nem tudtam kinyírni magam, mert tengerfenéken ugye kevés minden öl meg. Kevés dolog veszélyes, úgyhogy és gondoltam, kinyírom valami vulkáni tűzszányóba, de az alá estem, úgyhogy ott meg nem bántott a tűz, úgyhogy kimászni meg nem tudtam, úgyhogy kénytelen voltam meg oda máshogy. És úgy sikerült neki úgy bemagosodnia, hogy gyakorlatilag ugye járkáltam a víz alatt, tehát nem is fogyott az oxigén. Ugye megoldhatatlan szituációvá vált. Még egy vizet kreálok. Ezt meg lehet, hogy lesóznám. Viszont még van a súlyom. Igen, még van a súlyom, akkor azt feltartósítom. Jó, hát teljesen expedícióra készen vagyunk. Szuper. Na, ott az volt, akkor benézek én haza. Mert ne, őszintén szóval nem emlékszem, hogy ott volt-e valami. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de egyébként amúgy is útba esik, mert valamelyre erre kell menni. Van ugye még már egy iránytű. Innen jöttem, bocsánat. Háttérbe a Firefoxból jöttem. Na, a kulcsa is volt egyébként. Nem illett a játékba. Na, szóval itt volt egy ilyen ellátmány. Ja, igen, ott adtam, hogy ugye ami... Ja, ez a kör. Na, ez az elég undorító időjárás. Már hangulatos, csak nagyon undorító. Mindegy. Tehát van egy módosított búvárpalaszkunk, ez már kettes. Vannak ezek a tengeri majmok, ezekkel vigyázni kell, mert az elveszi a cuccunkat. Ezt vissza kell tőle szerezni. Na, mert én itt ezt így húzom magam után a csövet. Tulajdonképpen. Mert hogy azt hiszem így csináltam akkor is, csak valami megkezdtem, hogy van-e valami. Ilyen fura volt, hát elindult egy flash egy reklámányból. Bocsánat, de bekészítettem hogy a szubnautikás oldalt, hogyha netán elakadnék, nem is elpok. Konkrétan, akkor már kéznél legyen. Csak hát a reklámra nem számítottam. Na, ennyi volt a csőnk. De szkennelhetnék is, bár nem tudom mit, de szkenneljük még jár, szkenneljük. Jasztunk. Jó, ja igen, ezen van az a vér valami. Aztán nem ezen a mélységen. Na, és akkor itt fog aztán totál eltévedni, az biztos. Na mindegy, viszont itt vannak ilyen vízhólyagok ugye, ami segít. De én úgy emlékszem, hogy itt nem volt semmi. Össze-vissza bejártam, és nem volt semmi. Azóta ugye eltévedtem állandóan. Azóta szerintem egy szúrósa volt, de... Ezért nem hoztam búját. Egy dolog van megbújázva. Jó, onnan jöttem. Egy dolog van megbújázva, a barlangnak a bejárata összekapottuk azt a lényt a fejünkbe. Az meg van bújázva. Ja, itt is van ez a mélységen, is van ilyen. Jaj. Na, elvitte a késemet. Rohanj el meg. Visszaadta.
Én ezekkel vigyázni kell, mert ez lop. Na. Na igen, tehát a bejárathoz kellett volna egy búját tegyük. Mert a hihetetlen térérzékelésem már úgy akut ki lenne, mint tudom. Tulajdonképpen már most eltévedtem, de... De emlékeim szerint nem volt ez olyan nagy barlang. Nem volt nagy barlang, és nem is vezetett sehova. Igen, és most kisírtam belőle véletlenül. És nem is ott jöttem ki, ahol bementem. Igen, majd arra kell visszamenjek szerintem. Na mindegy. Egy búját talán hoztam. Nem hoztam, jó, mindegy. Majd ott elkerüljük. Ez miatt fene. Ilyen se volt eddig. Mi az a izéje? Fészke. Mi? Mert van benne valami. És ha én azt kikapom engem, és ez itt megesz? Bánt, vagy mit fog csinálni? Jaj, hát ugye nem, de ne várjuk ki a végét. Jó, hát két percig, egy kicsit több mint két percig bírjuk víz alatt. 135, mert a nagyobb baj, nem talak vissza. Nem talak vissza a bejárathoz. Ja, nem itt kellett lejjebb menni, ez a bejárat. Jó, meg lesz. Megvesz, megvesz, megvesz. Ja, de egyébként segít is, mert otthon. Térkép. Ja, igen, itt kellett lemenni, de viszont ez bántott minket, mert... Ó, ez zord hely volt most a jobb. Ugye nem biztos, hogy lemegyek most ebből. Ja nem, de egyébként tényleg ott a térkép az óvaron mellett. Jól tudom, hanem egyébként ez micsoda. New creature discovered. Ilyen sem volt szerintem. De hát ez viszont nem vezet egy sehova. Itt el lehetett itt bolyongani, de... Nem ilyen meghulladok, az mondja big baj. Majd elveszi ezenket, az úszóbigyónkat, akkor baj lesz. Na jó, azt mondja, hogy arról jött el, szerintem. 30 seconds. Lehet, hogy most fulladni fogok. Totálisan el vagyok tévedve. Van oda is. Na jó, kimegyek itt aztán. Aztán bejövök megint. 30 seconds. Na, nem, mert nem baj lesz. Na, múltkor is mondtam, igen, hogy itt, mint tájékozódási bajnoknak ez kimondtam kihívás ez a játék. Na mindegy, igazából menjünk szerintem az új területre, mert úgyis az a fontosabb. Ami elméletileg úgy néz ki, hogy észak felé a... ez a vigyónk, igen, ez kelet. Tehát elméletileg most vagy ezen kellett végigmenni, tényleg nem emlékszem, vagy a bázisunktól kelet északra. Ez mi van? Ennek már olyan hangja volt, mint aki meg akar minket enni. Ja, és egyébként nagyon hangulatos, hogy amikor potyog vagy zugdul le ez a jég, akkor így be... bejön szépen a víz alá. Nagyon jó kis effekt. Úgy kellett itt mászkálni szerintem, csak itt úgy meg fogok fajni, mint az őrű. Mindig megyek, aztán valami lesz.
kockára fogunk hagyni. A szatározatban nem éjszaka, mert remegyek, de mindegy. Sőt, már hogy körbe-körbe megyek. Én ezt határozottam dél. Dél felé mutat. Ja. Nem, most elmentem nyugat irányba, ez nem a mi irányunk. Vízben állt egy picit jobban. Eltájékozódok talán, nem biztos. Ugye még nagyon sok roncsot nem találtam meg. Emeltek ott ugye a lézervágó, legalábbis azt írták itt a tájékozottabb emberek, hogy a lézervágónak az alkatrészei vannak azon a részen. Itt van ez az úszógumiha. Nagyon hasznos tud lenni. Közben gyűjtögettek. Egyébként meglepő, múltkori streamben egyetlen egy szerzőjogi panasz érkezett a videóra. Azt hittem hemzsegni fog tőle, de igazából csak a Mafia 3-nak a... Érdekes, azt hittem végig baja lesz vele, de... tulajdonképpen csak egyetlen egy dolgot kifogásolt. Az olyan rettentő, tehát ilyenkor ugye az annyi, hogy... elméletek bevételszerzésre nem lenne alkalmas, de hát úgyse szerzek bevételt semmiből, úgyhogy... tulajdonképpen mindegy. Hopp, ott van egy darabka, de az már... az a megvan. Ja, és annyit írtak, hogy nagyon nehéz kiszúrni a darabot. Valahogy biztos, hogy visszamentem múltkor is oda, csak nem emlékszem. Kezdőpontra vissza lehetett menni. Ugye valahol itt lyukadt ki az ember, igen, itt indult el a lavina. Ups, és történek a dolgok. Szóval ez alatt kellett beúszni. Aztán az is lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert nem volt egyértelmű a fórumokon, hogy most tulajdonképpen megoldható ez a probléma, mert valakinek, illetve olyat nem olvastam, hogy valakinek sikerült, olyat olvastam, hogy valakit panaszkodtak, hogy nem tudják, mi a rákot kéne csinálni. De valaki meg elég határozottan írta, hogy mit kell, úgyhogy mondom, azért csak oda írtam, hogy ne. Ne szenvedj vele, mert nem működik. Minden esetre... ha kellemet az, amikor megjön a köd, akkor nem látok semmi. Elég ciki. Valahogy ugye biztos, hogy... de lehet, hogy ott kellett volna inkább jobbra fordulni. Úgy teljesen zár. Ennyire biztos, hogy nem jöttem el. Kicsit csalunk, hol vagyunk, bajom. Szvézartik, de itt vagyunk, csak
Meg kéne jöjjek valahogy a felszínére. Már hogy a jégre. Tehát a hely jó. Jó helyen vagyok. Abszolút jó helyen vagyok. Kicsit keresgélek, bocsánat. A 7-es antennát kell keresni, de tovább 7. Igen, itt a majom a izémet. Vajon? Húztam, vajon? Meg kellett volna állítani a játékot. Melyik ügyte? Azon jöjjön ide egy pofonja. Ez ügyte. Rohadj el, nem az. Adotta. Hát nem elviszi. Hát pofán lesz akkor. Na. Egyébként ez ötlete csak néha bosszantó. Na, azt mondja, hogy erre nem megyünk tovább, ez biztos. Lehet, hogy vissza kell mennem a házishoz. Vagy nézegetni a tengerfenéken. Hát úgy látom, csak só van. Ez meg már. Nem, biztos nem kell ennyire elmenni. Ilyen messzire. Ez kipi. Azért idegen technikai ide vagy oda, azért az ismerő. Kell jól bírja, mert a sima elemmel már ízre merült volna. A víz alól kell ebben lenni, az biztos. Szinte 100%. Ott kellett mennie, csak szerintem rossz helyre fordultam, mert rossz irányba fordultam. Egyébként meg sikerült azért Halloween alkalommal még egy, ugye most leárazások vannak. Sikerült találnom még egy játékot, az azt majd a következő. Ami terítékre kerül, egy állat érdekes dolog. Bomber Crew néven. Tényleg az a legjobb szóra egy érdekes, tehát nem tudnám így exaktul hová tenni. Annak idején is azért tetszett meg, mert ez a beazonosítatlan kategória. De kicsit belenéztem tegnap. Jó, tehát van benne érdekes, de kicsit nyomom majd itt élőben, aztán meglátom, mennyire nyílik ki. Ilyen bombázó legénységet kell irányítani, ami ilyen egy nagyon furán van megrajzolva, és egy kicsit úgy kicsit realisztikus, de kicsit nem. Tehát egy kicsit ilyen... hát mondanám, hogy vicces, de azért annyira nem, mert egy kicsit komoly is. Na, menjünk vissza az alaphoz. Innen biztos, hogy tudunk haladni. Ennyire szomjan halok. Vital signs stabilizing.
Itt kellett itt mászkálni. Itt lehetett alá menni a végnek. Itt lehetett egyedül kijönni, tehát itt csak erre kellett menni. Na ugye erre vezet vissza. Nem ezen az oda jöttem ki. Hát akkor barlangozok egyet megint. Igen, mert én nem. Csináltam a jelagót, mindegy. Megint nem csináltam. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Igen, és tévedek. Na, azt mondja, hogy... Bosszant küldött. És akkor itt tudtam fölmászni. Na és akkor most azon a marha jó, ha látnám, hogy hol volt a bázis. Ahhoz képest... De ez a miért véve? Nem miért véve, nem is zárt. Ez alatt átmehetek. Itt egy éjszaka kéne most már menni. Aha, jól visszajöttem a kezdőpontra. Pedig ott felszínt értem, tehát... Elmélet is így pont kivite lesz a kivadalom. Egy szinttel le. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Visz.
Na és most kéne megtaláljam azt a pontot, ahol azt tavaly értem. Haha, csomagos. Erre fölmásztam, ez már jó jel. Most már csak simán megfogok. Az a bális. A bázis. De szerintem azért balra mentem, és az nem volt jó. Igen, itt mentem. Hogy megyek még a jég alatt? Inkább menjünk szárazföldön. Csak most észak felé. Na, arra nem jó. Ugyanarra megyek, mint az előbb. Igen, ez ugyanaz az útvonal. Másik irányba, vagy átúszok. Lesz, ami lesz, átúszok a sziklák alatt. Az ugye úgy nézett, hogy a bázis előtt volt egy befagyott túl, ami beleesett ugye az antenna, aminek hatására ugye betört a jég, és lehet, hogy ott jöttem fel, most így jobban belegondolok. Jobban meggondolva, erre nem tudom, ez magas. Érdekes, viszont nem fagyok meg. Aha, ugyanaz körülkeringek, jó. Hát akkor, marad a víz alatt. Víz alatti közlekedés. Belőjük az éjszakot, aztán abszolút. Maxit fulladunk meg. Vagy ez megint nyugodt. Na, ennek a teremére láttam.
határozottan nem ez kell. Aztán az nem vezetett sehova. Igen. Bevezet. Egy darabig. Oda, mert itt soha nem lesz ebből semmi. Na lássuk, most találtam egy térképet. Ugye ezek a térképekkel az a baj, hogy nem feltétlenül van bele beljebb az ember, mert hogy nem tudom, hogy hol van az itt. Very deep, az nekünk nem kell. Az a bázis. Nincs olyan sok bejárat. A baj, egy se jelöli, hogy hol vagyunk, de mutatom. Mutatnám, csak bénázok egy kicsit. Nem. Nem tudom, miért nem mutatja meg. Na jó, akkor desktop capture lesz. Nagyis display, most jobb ötletem nincsen. Na, tehát ide kéne elvergődni. Elméletileg hiszen nagyon jól látni, hogy hol vagyunk.
Mert hogy valahol itt, vagy itt. Geotermál terület. Ja, a geotermál az a, az a kürtős. Akkor... Hát akkor itt kell valahol tényleg észak. Észak-észak-nyugat, csak sokat segítene, hogyha látnám, hogy... Aztán lehet, hogy a térképen nem aktív. Már hogy nem jó. Ez még szerintem a bilózíró. Az Altera bázist kéne megtalálni újra. Na jó. Vissza a kájához. Ez biztos, hogy amikor kiúztam, akkor... ugye a pingvinek, vegyük a pingvineket, mert nem szépen, na. A pingvinek azok nagyon jó referenciapontok. Mert hogy a pingvines szigetet láttam először meg. Persze, most van köttök jó. Ezt őket találtam meg először, és valahol... Igen, tehát ott jött le a Gletscher, tehát akkor valahol... Valahol itt kéne betájolni ezt. Ja, és akkor itt van, és nem tisztem el ezt a kis... Penguin. Penguin, bocsánat. Penguin, és ebben van kis penguin, meg nagy penguin. A kis peng... Ja, kis penguin. A kicsit, azt így meg lehet fogni, csak... Jaj, igen, csak ha elviszem, akkor azt az otthon veszik. De valahogy meg lehetett úgy, hogy... hogy ne harapjanak meg. Na, nem hiszem, hogy nem mindegy. Hiszem, annyira lehet... Ja, most már kezdünk megfogyni egyébként. Szuszog a karakter nagyon erőteljesen. Csak ott lesz az rohadt bejárat, ha nem tüntették le. Ennek valahogy kell. Ott van egy lyuk. Nyoma vagyunk. Mondtam én, hogy a pending lesz a megoldás. Igen, itt úsztam ki, csak hát itt kézzel nélkül még. Felszerelés nélkül, ugye kicsit zűrösebb volt. Na, és hát ez itt bizony az itt összedőlt. Viszont, ugye itt volt egy létra. Ami már ugye nincsen. Nem szkennelni, nem tudunk semmi. Most nem tudok a népek. Kéne legyen valami híd, de a hídra úgy őszintén nem emlékszem.
Ott estem bele ugye a vízbe. Ott volt a létre. Ez egyébként az, ez az egyik jelentem, hogy csak hát az ugye bedőlt a vízbe. Akkor ez nem nyert, akkor lehet, hogy nem ez a megoldás. Na jó, hát akkor ez nem lesz meg, akkor az lesz, hogy elkezdem összeszedni azt a járművet. Nincs víz. Itt ezek jármű darabkákat keresgén, és összerakom akkor ezt a tengeri kamionszerűséget. Ez ötletem most nincsen. A lényeg, hogy ugye ez egy felszíni terület, ami bekerült, ahol van egy ilyen iszonyatosan nagy szörny, amit egy kicsit koppintottak az egyik játékról, amit itt meg is mutattam egyszer, az űrös, tehát egy bolygón vagyunk. Na, annak a jeges változat az ide bepakolták. Menjünk viszont a szomnát az utalni. Ilyen rohadt nagy dög, amíg megjelenik és iránk veti magát. Szomjon meg ilyen hal a karakter. Kellene, el tudnám kapni. Ilyen biztos. A kürtő részen az biztos, hogy ott vannak roncsok. Tehát ott jó esélye, azt hiszem, hogy vettem a rakkáit annak a cuccnak. Nagyjából nyersanyagban minden megvan már, vagy dolgot megtaláltam. Víz, arany, vas, ezek ugye vannak. Az nem gond. Nagyszerű. És úgy látom, hogy ennek a modulnak egyébként kimeríthetetlen a áram fogyasztása. El lehet, hogy az egybe is így voltam, ma már, mintha ott kellett volna áramot termelni. Egy napelemet már tudunk előre készíteni. Na, ilyen biztosan nem volt. Őszpinát is, hát már ő. Kézzük. Megfótoljuk a sózott állományt. Na,
Lehet, hogy kicsit túltoltam most a főzést. Biztos, mindegy. Egyébként 23 pontot ad kajára, 3-at folyadékra. Pont ugyanannyit, mint ez. Na jó. És túltolom, mert akkor viszont gyógyulunk. Na, egyébként gyártani. Tehát, hogy milyen tervrajzaink vannak. Ugye tudok erősített üveget, mert tudok ezt az ion elemet. Wiring kit, advanced wiring kit, hogy ez a chiphez kell, az már megvan. De az iránytű, a levegőpumpa, a túlok közül, elvileg ugye már a épület építőt is össze tudnám rakni. A mobil, ez a járműépítő az ugye kell, mert annélkül ugye nem lehet megcsinálni. És akkor a sea truckból van már egy darab, még kell kettő, és akkor innen jönnek a moduljai. Ebből egyet találtam meg, abból kéne egy. Tovább az útra, igen, a nagyon nagy kapacitású. Ja, tudnék termál? Csinálj egy termokést. Csinálj termokést, ott úgy csinálj termokést, hogy elvileg van még egy késem véletlenül, a kettőt csináltam egyszer. Ja, igen, azon az inventoryban, jó, akkor azt meg is csinálom. Ja, de azt a izével tudom. A fejlesztő cuccal, azt meg... lakómodul készítővel kell. Akkor vissza, hogy lakómodul készítő kell. Lakómodul készítőt. Az... szerint kötél kell, meg chiphez elvileg van korallom, rezem, ezek minden van, korall, rézdrót, chip az megvan, és akkor kell drót, mindig csak a drót, az arany kell, sima, ezüst, na ezüst, nem is, hogy jól állok. Aha, ezüst nincs. Jó, semmi pánik. Ez itt megromlott. Nem mondjuk egyébként kaját ad csak 3 évet a tervez, de hát végül is. Ezt kidobom. Na de kell nekem réz. Ja nem, a Habitat Builder meg is találtam. Ó, hát akkor meg kell igyáltalán a Habitat Builder-t, mindent. Jó lesz ez a chip még másra is. Igen, mert ott azt a szigetem megtaláltam. Aha, nincs állam. Mit teszünk bele? Nem volt hozzá. Na, és akkor... na, kell nekünk egy... több célú... ja, és akkor már tudok építeni ezért is. Scanner szobát. Ja, a titán az nincs nálam speciál. Ja, na, a titánium. Arra meg bedobhatjuk a...
Egyébként a lámpa már halálfölösleges, most lettem rá egyébként. Meg az úszóbigyónkkal világítunk. Tudnám, hogy ez hogy működik. Mert az rendben, hogy mutatja, de... Úgy így keres. Ha. Ja, megmondom, hogy mit keressen. Aha. És utána keresek. Jó, hát akkor keressünk. Wow. Ott volt. Közben megfúrdok. Oxygen. És ezért kéne néznem a színusz jelet. Fogalmam sincs, hogy működik. Ja, ez ugyan. Aha, csipog. Na jó, mondjuk ez túl dimenzionál, amit most mondom. Állok egyébként is. Ne gondoljuk túl. A történetre visszatérve egyébként igen, azon még reszelniük kell bőven, mert hogy ugye a... Az egynek azért rettentő volt a hangulata. És ennek se rossz, hogy az egynél ugye ott találjuk magunkat ugye a bolygón, mert lezuhanunk az űrből. Elvileg ugye itt most nem annyira zord a helyzet, mert hogy ő itt dolgozik a fősünk. Ez a bolygón ténykedik. Jó, hát nyilván nekünk új, mint játékosnak. Ilyenünk van, de a megszólalom, akkor lesz garanti. Szóval igen, de való azért ugye az a... Az a túlélés hangulata még annyira nem jön át. És nagyon örültem azért neki, hogy ugye megjelent az a titokzatos akárki, aki elvitte a menekülő űrhajót, mert az egy picit olyan, mint a Half-Life-ban az autotáskás ember, amit neki szerintem komplett generáció nőtt úgy fel, hogy azon járt az agy, hogy na vajon az kicsoda. És emlékeim szerint nem is derült ki soha, ki az. Az életben nem derült fénye kilépére. Már ő az nem igaz, mert valahol egyszer igen, azt hiszem, valamelyik részben, vagy DLC-ben, nem tudom, valamit szakalának, igen. De az egy jó pofa dolog lenne. Ugye azt már remélem nem dobják be, mert olyan nagy talánya nincs, hogy itt idegenek vannak, mert úgy azt már előtték az első részbe. Már nem lenne olyan meglepő. Fele vagyunk részzel, nem baj. Az első részben a rezet kerestek. Megfogtak az emlékek. Kell ezt építeni? Mert neki ilyen lába legyen.
Egy magasságra teszik elé. Ja nem, előbb platformot kellett csinálni, meg ilyen. Mindjárt. Előbb platform kellett, és a platformot tettem rá. Kéne lába legyen, na mindegy. Nem egy ilyen kellett. Bár nem. Meg ez nincs is valami. Ja, mert ez olyan kell, nem akkor nem kell olyan, mert olyan, ami nincs. Ezzel kicsit kicsit instabil. Bejárat. Ja, és akkor ez kell port. Én képzelődöm van, hogy ez lebeg össze-vissza, vagy én lebegek. Na mindegy. Lehet, hogy a karakter lebeg. Na, kvarc. Kvarc felelési helye. Megtalálási helye. Az valahol errefele. De még több helyen van kvarc, de itt... Itt van. Egy jég alatt. Ja igen, és ez nem üveg kellett, hanem kvarc. Feldolgozott van kvarc. Szóval a sztoriban egyelőre még annyira nem erős, de mentségére legyen mondva a fejlesztőknek, ugye az első részben is így volt ez. Tehát az első részben igazából nem volt még történet. A világot reszelték ki, jó, nyilván most annyi dolgok nincsen. Bár egyébként elég rendesen átformálták a környezetet. Tehát elég sok az új élény, meg az új újdonság. És akkor ez megvolt, utána kezdett ugye megjelenni a sztori. Tehát még ráérnek ezzel tulajdonképpen, csak... Jó, na, elvileg. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Stabil ez, legalábbis. Úgy tűnik, áramja nincs. Mert nem is gondoltam, hogy lesz, mert áramhoz. Ja, most lett lába. Ja, akkor lesz lába, ráteszem a bejárati ajtót. Most lett lába. Jó. Megnyugodtam. Na, a tetejére szúrunk egy... Kettő is van, van... Ja, ilyen power transfer az eddig is volt. Azért elviszi az áramot egyik helyre a másikra. Kvázi drót. Nevezzük-e drótnak. Vagy mondjuk energia tovább, itt nagyon jó, elegáns akarunk lenni. Most oda be fog épülni a felségbe? Hát be, na mindjárt.
power restored. Annyira nem néz ki jól, de... Még ez nem is kell. Na. Van áram, oxigén, szuper. Welcome aboard, Captain. Akkor kell nekem... Ja, lett olyan, hogy zenegép. Lehet zenegép hangszóró, de akkor alapvetően nekünk ilyen kell módosító állomás. Amihez... Ami nem ártan egy elemtöltő. Igen, nem ártan egy elemtöltő, mert hát ugye lehetnék maximalista, és akkor mondhatnám azt, hogy készítsünk rögtön szkenner szobát. Nem, azt megnézem, hogy mit is akarok csinálni. Ugye a kés az azért kell, már az a lézer kés, mert ugye bizonyos nyersanyagot csak azon lehetett kivenni. Igen, az a sima nem tört, az nem kell, íti módon meg már kell. Vita az nem játszik. Generum upgrade, igen, az kinyílt. Fender túl az... Egyébként ez nekem hasznos lenne, csak sose csinálok. Ez ugye ilyen drót, amit húz maga után az ember, tudja, hogy hol jár. Na jó, akkor... módosító állomás kelleni fog. És szerintem akkor tudom megcsinálni a nagyobb oxigén tackot. Nem, az még darabot kell találni. Jó, akkor... Ja, de olyanunk meg még nincs, ez nagyon mélységből. Jó. Akkor nem így csinálom, akkor kell kaja. Fogjunk ebédet. Víznek való. Seek fluid intake. Hát ez az, hogy meg kezdünk kiszáradni. Azt hiszem, hogy azért viszont itt a környéken, a bázis környéken több lett a hal. Úgy emlékszem, hogy ezt macerásod volt ezt szedni. Hát az elkapás az továbbra se könnyű, de... De már tele vagyok. És hát van egy-kettő ilyen energiaszelet, vagy valami, amit még ott a szigeten találtam. Igen, mindegy, mert... Seedlight, ja igen, azt használom volt. Jó, akkor gyorsan víz. Meg... hát egy hal. És a többet lesózzuk. Ups, nincs hó. Ja.
ellenetlen. Vital signs stabilizing. Gyorsan kell só. 3-4. És egyébként hidegen nem valószínű működni fog valami ruha is. Nem olyat, amit nem találtam, de... Na és akkor elmegyek a szigettől, arra a bájomra, ahol szerintem jönnek a roncsok. Illetve talán ott volt ólom is. Kettőt kell lesúzni. Na, az az egy baj van, hogy tele vagyunk mindennel. Nem lesz túl hatékony. Hatékony a vadászat, vagyis hát a gyűjtögetés. Ha csak, építek egy szekrényt. De víz alatt leszek kávét, most nem viszek. Ez a hal mennyiség némileg túlzás. És igazából egészségügyi csomag se kellett még eddig. Ahova megyünk, ott lehet, hogy kellene fog. Na, természetesen este van, de jó. Aha, jó. Ja, a jelzőt megint nem viszek el magammal, nincs ennyi össze. Mi kell ahhoz? Réznak hittem. Réz, réz, tehát itt van réz, réz. Ja.
elég lesz remélhetőleg. Ja, és mentek is egyet. Itt volt a bejárat, az a rohadt nagy kocka, ugye az... Mondom, most nem megyek le még egyszer, mert ott nincs nyár semmi, nem nekünk kell. Mélyebbre... Nem feltétlenül merek lemenni. Mert nem is az kell nekem most, hanem a... Az a hőforrásos, így kell szaladni, mert az robbant van. Ez egy kicsit necces a dolog, hogy örök robban van egy olyan probléma. Na és akkor bejöttem egy barlangba, amit nem akartam. Máig az útunk, hol vagyok. Dél-dél-kelet. Gyorsan át kéne menni, mert itt ez veszélyes. Mindenki megeszi az embert. Jézusom, hogy mindenki. Ja, az nem van nekünk. Na igen, ezt mondtam, hogy felszállni nem jól úszni, de mindegy. Igen, ezt kerestem. A hőforrásos. Én úgy emlékszem, itt volt ilyen, hogy... Ilyen azért környékén talán. Hőforrás környékén. A hűtőt. Na valószínűleg. Na, nem kell nekünk. Ilyen ne lesz, amit én keresem az olyan. Tényleg itt volt ez is rákszerű. Meg vigyázni kell, mert ez is maradt. Jó, és igen, itt például van egy TD, amit most nem lehet túlvenni. Ezt kivették például a játékban, mert itt biztos, hogy volt egy, amit föl lehetett venni. És hát ezt lehetett fölmenni. Na most valami oknál az ezüst volt. Most nem lehet fölvenni, valószínűleg ezt kerestem. Mondom én, hogy itt volt ilyen, és itt volt ilyen... Itt vagy én már tudom. Ugye följebb rakták. Nem kell lemenni érte a fokó bugyraiba. A titán mindent próbálom. Titán nem viszünk. Jó, most egyébként átválthatnék, igen. És azt nem tudom, hogyha...
emlékéből szíve, back in the world, igen. Tehát, hogy ez belenéz a kőzetem belőle. De most nekünk ez kell, csak ezt meg... Na, azt nem nagyon tudom, hogy ezt miért találja meg. Mutatja, hogy ez... Aha, és volt benne egy... Ez akkor nem olyan jól működik. Hát én azt nem teljesen értem, hogy most mind a kettő kőzetben van. Csak hogy azt miért találja meg nekem a szkenner, a másikat meg miért nem. Ez, mert ugye ez a rigítra gyanús. Helyett itt lett benne. Attól, hogy olyan a kő, nem biztos, hogy az van benne, amire számít az ember. Úgy látom, ez is úgy működik a szkenner szerencsére, mint a kés, tehát hogy egyet ütök és kinyílik. Mondjuk logikus. Ugye ilyen kell, de ez kőzetben van. Lehet, hogy rosszul gondolom. De biztos, hogy kőzetben van, csak hogy... Egy kis arany, az se rossz. Mert ugye erre nem jelez be. Most azt érezte, hogy ebben lehetséges, hogy így van, hogy így keresünk. Aztán nem az volt benne. Ezek a hangok nem tetszenek. Ilyen típusút kell keresni. Most takarítjuk ki a titánt. Gyémel, ott egy kis gyémeltelőhely. Hát ezt nem szkemeltem, mert nem szkemeltem meg. Nem szkemeltem, jó? Hát, hogy kéne tenni ide egy búját. Most nem kéne meghullatni. Bocsánat. Ide leteszek egy búját, mert tele vagyunk fémmel. Azt mondja... Hármas habitat modulunk nem kell most. Jó. Legyen az a neve, hogy fém. Csak úgy naturba. Fém.
Jaj, itt jön valaki. Csak bántani fog. Olyan kéne nekem ilyen szikla, ilyen. Csak nem utána, hanem... sötét szürke. Szerintem amire mondjuk kellett, az anyag arra már megvan. Több is mind kell. Magnetit. Nagyon fontos, azt kell lenni fog. Az ezüst, igen, az egy ilyen kicsit ilyen simább kőzet, de az nem kell nekem. Leket van, azt kell mondani. Szerintem ennyi. Keresnék több mindent is, csak hát semmi értelme, mert nem tudom elvinni. Na lassan azért lemerül, de nagyon sokáig bír így ezzel az ilyen. Én ilyen cuccal az aksi, mert egy háromszor kellett volna cseréljek nem ellenet, hogyha hagyományosan ment volna. Ugye ez a lead, ez azért fontos, mert ez kell ugye a platformhoz is. A platform megerősítéshez is ez kell. Már nincs ilyen. Roncsot találhatnék, de ezt nem találok. Véletlenül. Hát a sózott halakat azért nem eszem meg.
Welcome aboard, Captain. Alatt, illetve most már ilyen mágnes csapdát is tudok szerintem csinálni. Szuper. Na már. Mérgetítő állomáson. Jártunk túllökésből Lízre. Szuper. Nagyon jó. Na, és akkor... Ja, a szkenner szoba, ahhoz viszont akkor most már... Hát ez mindenünk van gyakorlatilag. Itt nincs, de... De tud lenni, tehát titán rész, aranykora... Jó. Hogy át kéne telepíteni a fabrikátort a másik bázisba. Biztos. Hát akkor inkább megsütöm a maradékot, és akkor elpazarolok a kaja részét, de legalább a víz az megjön. Egyszerűbb, mint vizezni. Jó, és akkor titán víz. Távlakorol. Rész. Viszont mindent. Gyémántok nem kellenek, ennyi ezüst kell. Nem csinálok elemet. Nem aranyjal. Itt a részben nincs sok. Szúrjuk. Előbb már jó volt. Az előbb így lesz. Na, és akkor ami nekünk most nagyon kell, az a töredék. Vagyis a roncs.
És kellene nekünk egy olyan módosítás, hogy lássuk is a dolgokat. A HUD, ahhoz kell még egy computer chip, ami azért problémás. Nem is több tábla korolom, de... Mindjárt. Jól látom, hogy vibrálnak a fények. Ha vibrált volna. Na, a tábla fura a feltalálási helye, vagy hát megtalálási helye az. Az nem olyan jó helyen van sajnos, mert az itt van, ahol megesznek minket. Aha, igen, jól éreztem, hogy az vibrál, mert hogy nincs állam, nem kéne. Na, itt a tábla kora az nem olyan sok, ami felelhető, de... De itt szokott lenni a sziklafalon. Csak hogy itt vigyázni kell. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Valahol itt a falon. Csak ilyen kis végig is jöttem. Az nem bánt elvire minket. Aki nagyon örök. Igen, valahogy itt volt benne a falon, azon a falon. Ugye ugrok egy nagyot, azt tudja. Való itt volt el, akkor a... Ott van, nincs. Ilyet már láttam. Az akkor arról vagy. Annyira eldugták, az régen az egyben a sekély vízben volt. Igen, meg az is robban mindjárt. Itt volt pedig. Nehéz kiszúrni, mert pici. Igen, ugye a sekélyvíz volt ott a fény közelében. Jó, nem kell belőle sok, nem azt mondom, de... Na, ott van. Csináltam, mert nem jobban kellett volna leoperálni, hanem bal klikkel. Nem, nem, hogy hogy csinálom. Ez régen többet adott. Na, mindjárt meghulladok. Na, jaj. Na, jaj, egy kicsit most sebződünk. Ugye ilyen fúrok hangot is a ilyenkor, ilyen sem volt eddig. Na, viszont itt volt még egy-kettő. Ezek a hörgések nem lennének, mert az időség. Nem tesz nyugodtá az időség. Van. Jaj, már ez a bug, ez volt sajnos. Ja, azt hittem megállosodott, mert volt, hogy nem lehetett leszenni. Most nem lehetett felszenni a távlakorát.
nagyon fáradt. Ráadásul, rossz helyen vagyok. És mindenképp, hogy az elemde van. Tartalék csak. Megadja magát az idegenek akkumulátor. Akkor lesz csíp. Ez kell meg részdrót, emlékeim szerint. Welcome aboard, Captain. Itt van egy kettő törmelék. Na. Warning, emergency power only. Power restored. All primary systems online. De akkor kell még egy napelem tábla. Mert ez így kevés. Ja, igen, mert most hogy itt van a szkenner szoba is, és az. Na, tarts. Meg réz. Tarts nincs réz, ez van. Igen, ezért nem építettem, hogy ezt mondom, hogy ott idő. Szuper. Na, ez mondja, hogy... Ja. Én mindig. Ez érdekes. Hát igen, az a baj, a scanner room, ez kicsit sokat fogyaszt. Hát 97%-os hatásfokú. Csak kevés. Az azért elég csúnya, az régen azért a tetejére került, kicsit én belül. Na, most már van a rendben.
Na, és akkor kell nekem... Ja, igen, az még nem kell. Ja, a komputer csipkület nagyon hülyeséget csinál. Rézdróthoz kell réz, meglepő módon. Viszont rezünk már nincsen. Erre ugye az arany, azt mondja, hogy összekeverem. Kettő nyomorult lidet találtam. Szomorító, mindegy. Utassunk. Ezt így hülyeségnek nem találja meg. Ja, most a brékéből légy most bejött. De miért nem jön be a brékéből? Az a kőzet, amiből... Mindegy, az neki kicsit furcsa működik, hogy ilyen gyorsan. Az ötlet jó, de még nem működik jól. Ilyenünk van. Már szembe jött a farcokat. Jé, van táblakova. 30 seconds. Szígyezzük meg ezt a helyet. Hogy ezen a részen csak ilyenek vannak. Mi ez egy... Mi ez? Ha. Szuper! Szerű. Egyszerű, akkor van már építőállomáson, az szuper, és hát összerakható. Csak az a baj, mi nem találtam meg ugye a szükséges elemeket. De olyan túl sok mindent még építeni nem tudok.
muszáj vagyok. Csipke. Tudját, az én magának ezt a... Azért nem feltétlenül szeretném áthozni, mert ugye akkor az is fogyaszt el árni. Mert ez a cucc itt, ez ugye egy kompakt cucc, ez... Ami itt van, az nem fogyaszt áramot. Rézdrót az biztos, hogy kell. Most lesz chip valószínű, amit az alanyat visszaveszem. Meg tudunk, ja igen, már tudtam, hogy titánium. Tehát ezt a tömbösített titániumot tudom csinálni. Jó, akkor csipke, többi meg volt. Csip nem volt. Na, csára. Este van. Na, egyébként itt ennyi töredék van, és ezt mind elnéztem. Akkor a vizuális megfigyelésem sincs a toppon. Ezt kell mondjam. Tehát pont az orrom előtt van az összes. Mondjuk az már itt ez meleg lesz majd, mert... Hát ugye ezt kéne összekapírgálni, mert ez meg egészen... Békés, ez már nem békés. Csak hát ugye este van. Mikóhat. A baj ezzel a parány alattalánnál, hogy... Este nincs. Egyébként nagyon, nagyon végés ez a játék, így meg, hogy simán is fut, így meg pláne. Ezért darabosan nem volt olyan vidám. Egyébként lesz még ez is Kerbal update, vagy hát úgy Kerbal, hogy vagy úgy update, hogy készül a Kerbal Space Program második része. Nemrégében megtudtam. Mondjuk, hogy mikor lesz belőle valami, az jó kérdés, de van egy nagyon gyönyörű intro belőle. Hát meglátjuk, bár hozzáteszem, ugye a... amikor a Kerbal Space Program megjelent, akkor ugye nagyon gépigényes volt, én ugye nem rögtön kezdtem játszani vele. Úgyhogy nem tudom, mire számítson az ember, mert hát éges fel az a grafika, amit mutattak az intróban, tehát elképesztő. De hát mondjuk egy ügyes csapat csinálja, úgyhogy akár. És azt hiszem nem is azok, akik az eredetit csinálták. Mit akarok, ja halott csinálni, vizet. Úgyhogy izgi lesz. Az valószínű, hát nem tudom, hogy az olyan, mondjuk jövőre szerintem talán megjelenik. Illetve jön ugye a Star Wars játék. Hát ott még nem tudom az, ami lesz, mert nagyon jó néz ki az is. De ugye hát 60 euró annyit. De valószínű most az Assassin lesz majd azért. És neki kéne esni tulajdonképpen, hogy ott van az Origin meg az Odyssey, mert ugye itt várakozik. Na, hát legalább nem halunk éhen, hogy vártuk a napfelkeltét.
De hogy hogy jutok én az új területre, az egy picit bosszant. Mondjuk lehet, hogy nem itt kell menni, de hát... Jó. Várjuk a reggelt, hogy megbízom még egyszer, hát megtalálom. Welcome aboard, Captain. Úgy sincs áram addig, addig keresgélek. Hát nem, egyébként most én sem fogom nagyon sokáig tolni. Inkább ezt alaposan megnézem, megtalálom, mert ennek én most nincs sok értelme, hogy keresgélni. Alapvetően két dolgot tettek bele, tehát beletettek ezt a nagy szörnyet, meg beletettek egy ilyen... Beletettek egy olyan termet, ahol tele van ilyen megfagyott őrségi állatokkal. De ezeket akkor megnézem alaposan, hogy hol van, mert én nincs értem, hogy bolyogok, mint a hülye a pályán. Fogalmam sincs, hogy merre van. Mondjuk azért lehet, hogy megcsinálom, hogy a valamennyire legalább ez a jármű készüljön. Nem egy anítom, akkor nem a hátunk mögött lesz, hanem éjszakon lesz mégis, hanem túl. Ott a veszélyes vizeken. De akkor nem is keresgélem most, hogy ezt megcsinálom, ezt az upgrade-et. Nem csinálom meg. Az, hogy más áramforrást még tudnék, várjunk, tudnék. Tudok még elvileg bioenergiát. Aha, csak írtul a cucc kell hozzá. Megyünk itt. Hát végül is mondjuk annyira nem is. Bár még muszáj lesz valamit csinálni, mert így meg nincs áram sose. Oké. Most 3 napos nevrógis rövidet fogom tolni, szerintem a mafiát végtelen. Mondom, abból úgyse terveztem élő streamet, mert túl sok jobb lényen, igen, azt mondom vele, úgyhogy... Jobb a békesség, az igazság. Nem tudom, hogy csatorna tele legyen ilyen figyelmeztetésekkel. Ja, ezüst, át, ezüst, ebből idem. Ezüst. Hogy gyorsan összedobom én ezt a bioáramot, mert... Jó, tehát ez is kell... Kenőanyag meg titán. Kenőanyagom van. Megfőzöm. És akkor titánból kifogtam. De hát annyira nem, csak az a szem ide beraktam őket. Nem raktam be. Akkor kifogtam titánból. Jó. Ja, egyébként hülye vagyok, mert az a... Ja, nem ezt kellett, hogy... Ez itt mi a... Ja, csak se jó, csak... Urán nézik. Thank you.
Persze ilyenkor egy kavicsot se találok nyilván. Az a baj, hogy itt sajnos zsonzs darab nincs. Kimenült az valam. Tehát ugye az egybe azért volt, hogy a vasat könnyű gyűjtögetni, mert hogy el volt a tengerfenék roncsokkal. Ugye lehullott az égből. És ugye ezt nem tudom a fejlesztők, hogy oldják meg, mert azért ezzel valamit kéne csinálni, mert ugye az a baj, hogy későbbiek folyamán rengeteg fény kell. És hát azért az nem lesz vidám itt ilyen egyenként. Tehát ott úgy volt, hogy ugye ilyen titán tömböt kellett csinálni, tehát 10 titánból volt egy ilyen, és abból kellett itt ami 3. Tehát 30-40 titán kellett adott esetben valamihez. A kvarc az értékes. Oxygen. Jaj. Szóval... hát az még azért valamit javíthatnának, hát csak ugye történet szerint nyilván itt nincsenek égből hulló rózsdarabok. Pedig igény lenne rá az az igazság. Na mindegy, hát mondtuk is összekalapáltam valahogy ezt a járművet, csak hát azért így kényelmetlen. Reaktorhoz megyek. Ja igen, csak ez kell. Hát az a durva, hogy annyival jobb az az Alien akkumulátorom, és mentünk egy 20 métert, és már 100-ra megy 85-re. Azzal az ion valamivel meg végig mászkáltam a pályát több órán keresztül. Ez nagyon durva. Csak hát ugye 3 ilyen kockát találtam, ilyen kockát ott, és az egyelőre nincs több. Tehát, hogy még a történetben haladni kell, hogy olyan legyen, úgyhogy nem lőjünk el a maradékot. Nem emlékszem, hogy kellettem valamire még az. Jó, egyébként még azt a lehetőséget nem említettem meg, hogy simán csalok, és konzolpanon csalok, összeszedem a nyersanyókat. Akkor alapvetően meg nincs semmi értelme. Na dobjunk bele egy kis nyersanyagot. Hadd szaladjon az a reaktor. Nyomjunk bele némi biomasszát. Jó, mondjuk egyébként ezt föl lehet tölteni. Még csak kéne nem töltő is. Ó, nagyon sír, nagyon beindult a biomassa. Ezekkel volna kezdeni, mindig jó, és akkor... Mindent látunk, na. Mindent látunk, szembe indul. És mind a kettőt föl tudom tenni? Ja, kettőt tudok föl tenni, jó. Oké, akkor meg kell tenni a cuccost. A szekrény. Mibe fájna egy elemtöltő? Várjunk, ja hát ezt most végül is simán tele vagyok nyersanyagba hozzá, az rész kell.
Meg ezüst. Iron 2 az nem kell semmi, csak 2 ezüst. Ha ráteszem azért, mert ugye ezt az iont, ezt vissza kéne tölteni. Lépjünk egyet a környezetudatosság felé, és eldobható aksik helyett. Azt a kumulátor. Egyébként sokat javítottak a dolgokon, tehát ezek az időjárási effektek, a dörgés, ez a jégbecsapódás, ez át jól néz ki. Welcome aboard, Captain. Nem takarok, elemtöltőt akarok, menjük ide. Szuper, nagyon sok a szívükbe a őt, meg ennyi. Ebben előttem nem nincs. Mondjuk az jó kérdés, hogy mennyi időt fogja feltölteni. De úgy látom gyorsan, jó. Nincs gond, na. Hát akkor elindulok az ismeretlenül. Vagy meg ezt valami van. Az eljúcsomagot hoznunk kellett volna. Még egyet javíthatnának, hogy ezeket a kijelzőn lévő dolgokat egy gombnyomással jól lenne kikapcsolni, bekapcsolni. Most tudtam, hogy csak úgy lehet, hogy leveszem azt a modult magamról. Aha. És már örög, már harap, levágulok. Vagy túljon mozog. Igen, erre mondták, hogy rohadt nehéz kiszúrni, akkor már százszor elmentem mellettem az a faszom. De a stázis, az kell is. Mi? Az fegyver van. Gyorsan vegyük kézbe. Hogy működik ez? Nem így. Ja, aztán is hülye vagyok, az a lőni kell valamit. Ezt ne kéne itt vadászni. Tele van itt kizőkkel. De közben meg is fulladok. Na jó. Ez is fegyverrel azzal. Amit hozzá kellett vágni, de nem emlékszem, hogy működött ez a cucc. Nagyon nézzünk máshozni. Eltűnik. Ó, meg robban is meg. Hát csak nem tűnik el. Passing 100 meters. Oh. Oxygen efficiency decreased. Ezt, hogy azért vettem le. Ja, az a lövöldöző fegyver, igen. Ez kell nekünk. Hoppá! Itt nem találtam. New technology acquired. Aha, ezért. Jaj. Végző maszt, vagy ilyen rásegítő, ami jobban tudunk. Hatékonyabban tudunk levegőt tárolni. Jaj. Print acquired.
Na akkor visszajövök azon, mert az a levegőben. Igaz, hogy itt már azért annyira nem békés. Mindenki harap, robban. Nagyon nem vidám. Nem vidám az élet. Melyikor sokat fog segíteni. Nézzünk azt. Na, biztos ezt leveszem, mert látok rendesen, és akkor tudunk. Tudunk. Nagy kapacitás tartály az még nincs meg. De megvan a fegyver, várjunk itt. Ja nem, a stázis fegyvert, azt még csak egy darabját találtam meg. Jó, ez kell nekem. Ó, hát olyan van. Lejjelünk itt. Fiber. Lejjelünk itt. És egy szilpant, az pont meg lesz. Én még a filmelőjét megjelöltem, úgyhogy az nem gond. Szuper, rebrisszelt, az azt jelenti. Ja, igen, ez csak annyit csinál, nem általában javít, hanem hogyha mélyre megyünk, ugye akkor romlik elvileg a hatásokkal az oxigénbalasznak. Kivéve ez rajtunk van, akkor nem jó, nem mondjuk annyit. Úgyhogy ez jó. Tehát előre, akkor nem vagyok bekorlát az a mélység. Most még kéne még a nagy kapacitás tartály. Egy csomagot is tudok én csinálni valahogy, csak nem emlékszem, hogy. Jó, ja, csak fájben most kell. Az jó, mert fájben most meg. Ahhoz meg csak az kell, az meg itt van közel. Tulajdonképpen nem lesz. Mindig elfelejtem azt, hogy ezen egyszerűsítettek. Ugye a régiben volt külön gép, ami készítette űrcsomagot, de itt most ez a növény kell. Ennyi kell ilyen háló. És ebből... van egy csomag. Régében meg ugye időre generálódott. Akkor légy szükségetlen, ne? Na jön kitett azt egyet most. Ja, azt ellőttem, hogy hát akkor kell rész. Hát nem rész, nem most. Aha, de az ezüst elfogyott.
Hát ez szomorú. Hogy jobban ugye dehidratálódunk kell, a kaja az másodlagos. Egyébként közben feltettem a csipet is már. Közben találhatunk. Igen, és ki jön? Találtunk törmeléket, bár... Nem fogok törmeléket találni, arra megyek. De látom csak. Szerintem egy rakás ezüstöt elhoztam érte. Na jó, mondjuk nem, mert így utána nem gyűjtöttem. Ja, mert itt meg kidobáltam. Nem azt hittem. Kevés dolgot tudok elvinni. Gravicsapda az jó, mert azt hiszem, nem tartom ezen minden darabját. Igen, na akkor egyszerűsödik a élelmiszerellátás. Yeah.
A köd. Hát nem ezt keres. Igen, meg aztán rengeteget is tapasztalom egyébként múltkor. Ah, kicsoda. Most te is horrorról. Hiszen a hatik jön ezt horrorni. Valaki lesz, aki nem szeret minket. 30 seconds. Jajjaj, ő sem szeret minket. Még egyébként már egyéb tele is vagyok. De nem. Jó, mondjuk lehet, hogy elviszem, mert végül is úgyse találok mást. Tulajdonképpen. Tulajdonképpen vigyeltjük is akár. Nincs jármű, addig úgy nem nagyon érzem magam biztonságban a bizonyosság. Hopp, ott van roncs. Hú, a szívre. Visszatesszük a csipet. Visított a karakter többére. Aha, az kell, mert az a jövőt a rakkája, vagy a rakkája. Spázis fegyverme. Jó, azt hiszem, hogy megvan.
Igen, ezen a részen még elég békésen el lehet közlekedni, úgyhogy aztán ott megnézem majd. Azért itt nevezés. Van gravitációs csapda, azt is érdemes lenne megcsinálni. Könnyebb legyen halat vadászni. Welcome aboard, Captain. Na kérem szépen, akkor ezt teszek tölteni. Veszük az Ivont, csinálok két. Szerintem rögtön kezdjük. Várjárénk kitet, mert a bagud is kell sok. És akkor amire az egészet csináltam, az a... És akkor tudom én ezt megépíteni, velünk a szövítőn kettő. Az még nem kell. Felszerelést akartam csinálni. Cellát is lehetne már, de még az nem kell. Igen, a stárz is fegyver, vagy... Ja, igen, ezt. Ja, igen, ez lefagyasztotta. Aha. Lehet, hogy ez a hasznosabb. Húzta vagy dögögte. A stázis fegyver talán egy picit hasznosabb, de a leghasznosabb az a rövidhatósabb. Első körben. Itthont ütetik a legfontosabb. Rézdrót. Rézdrót, arany, tábla, korán nem van. De csak valami rettenetet.
így azért egyszerű. Egyre úgy elveszi a helyet, nem mondjuk. Na nézzük meg ott, mert ott békés a terület. Elméletileg. Az a ciki, ha barlangban van. Márpedig az barlangban van. Jó, visszavonok, itt megint nem békés a terület. Technology created. Wow, végre. Ez a C-track. Jó. Ja, az van, hogy kell. Mindegy. Most fogunk meghullani. 30 seconds.
Na, akkor most azzal nem van szépen. Azt meg kell építeni. Mert onnantól tudunk értelmesen keresgélni bármit is. Nem azzal kell foglalkozni, hogy fókusztunk meg éppen. 30 seconds. Mert így elég nehéz, sőt. Mondhatni reménytelen. Most kell kezdeni tényleg gyűjtögetni, de rengeteget. Hú, ez a gravitációs csapda viszont jobban működik, én látom. Ugye az első részben az volt vele, hogy összegyűjtött egy pár halat, utána rögtön ide vonzott az összes ragadozót. És akkor nem volt olyan mozgás az egész. De úgy láttam, hogy itt folyamatosan valamit nem tudtam. Na, tehát akkor tudok építeni, akkor meg kell építeni viszont a... építő területet, amit most nem kell. Sose tudom, hogy kell megcsinálni ezt. Ja, így kell megcsinálni. Na, hát igen. Ja, most ezek problémák, mert hogy... most kell az ominózus 30 fém. Ja, és akkor megvan a szintrek, úgy, ja, és akkor oda megy. Ja, nem 30, akkor 10. 10 kell ahhoz, 10 kell oda. 2-3 az van, az advanced mining az, az ciki, mert az chip kell. Az kell egy chip, 2. 2 mining chip. Na jó. Fejhősen az egyszerűtől a manóútig. Kell ez. Mi az az egy cella? Jó, az nem bonyolult, mert az szilikon, ez 2 elem. Ribbon plant, most ribbon plant. Ugye beáldozok két elemet, mint a sérültet. Mi van, talán az a baj?
ezen szúrom ki. Welcome aboard, Captain. Na jó, hát az... A Gribbon Planet az több helyen van, tehát az nem nagyobb azért, de... Úgy mondom, hogy biztonságos helyen nehéz megtalálni, mert úgy egyébként... mondtam, veszélyes helyeken van. A barlangban van leginkább. Ja, meg kell gyűjtögessünk tényleg. Csupán 20 darab kell belőle. Mégis elhagyomolható. Az biztos, hogy ilyen izen nincs. Gondolom. Sziklás helyen van. Ott van. Jó, az akkor is van. Szóval nagyon nagy teljesítő falasznak, majd azért nem találom. Főleg. De a, az olyan veszélyes sziklásán is van nagyon sok. Olyan az a bőg, amit megy ez. Nagyon jó a hajógyártó.
bár most nagyon nagy helyet foglal, azt kiteszem a felszére, mert akkor a téli nem tudik. Ezt földobjuk. Hát nem így messzire. Itt tökéletes. És akkor most jön a nehezebb ügy. Kell kettő advance iron chip. Hát igen. És akkor még kell két chip. Kell kettő chip. Pontosabban ugye kell nekünk kettő sima. Elég. Ja, kezdjük a csíppel. Két rúg. Leszkenneljük, akkor ezt kívül. Jó, ez már nem is így. Másik titán is, már ugye 10 titán.
Az is rendben van. Valami innen el tudja, jaj, zerint. Na, tehát akkor csík, igen. Nem, nincs több. Nagyon jó. Jó, akkor megcsinálok az egyik. Fire Watson, mert megcsinálom a... Másokat is akkor korlározunk még. Mert titánból nem tudunk. Gyere. Ezeket meg lehet jelölni egyébként, azt nem tudom, hogy miért. Talán az elejére teszem, hogy megnézem. Meg lehet így jelölni. Jaj, és akkor mutat. Jaj, de jó. Na, ezt én most próbáltam ki. Nem kell szemmenni, hogy mi kell hozzá. Jó, üvegünk. Ez kettő lesz a stíg. Jó, de még akkor inkább nem is az a kérdés, hanem az a kérdés. Az Advanced Health. Ja, meg még van. És mutatja is, hogy egy oké. Kettőnyi kell nekünk. Mondjuk rosszul mutatja, mert két sima kit kell hozzá. Az van, aranyom nincs négy. Ja nem, jól mutatja, 1/2, jó, hogy az felesleg van. Aha, jó, akkor távolok rá. Azt nem szeretem, hogy gyűjtőt. Az gáz. Vissza kéne tegyem a fegyvert. Elvileg már nem kell. Jaj,
során. Egy. Harapós. Az a baj, hogy itt van a legjobb. Távol a korral lelőhely. Tehát itt vannak ilyen obszidian hólyagok, úgyhogy nem maradhat az ember sokáig. Csak ellenséges a közeg. Igen, itt vannak még egyébként. Vannak még ilyenek. Na jó, nem jó volt. Na jó, és akkor innentől kezdve meg nyugisan lehet közlekedni, mert meg lesz a hajó. Relatíven nyugisan, mert ezt a hajó típust még az a szemnek bármelyik megtámadja ez a nagy. Kár tudok hozni benne, de hát ez egyszerűbb a helyzet. Jaj, kifogyott az elemünk, akkor menjünk vissza az idegenre. Ja, ez ötszörös kapacitás, jó, 500. Talán megfelel meg. Az azért nem rossz. És ez tök jó. Tök szuper. Na jó, akkor ugye, majd nem működik teljesen jó. Ugye a csipet akkor tudom. És akkor most már nincs valami, nincs. Hát azt relatíve könnyű begyűjteni, csak úgy ott adtam, megjöttem. Ura, soha nem csináltam.
Most olyan ne csináltam, mert elhasználtam az aranyat. A fene. Na mindegyik, hogy gyorsan szerzem a aranyat. Az mondjuk könnyű. Ez a fémkereső, ez azt kell mondjam, hogy annyira nem. Nem tűnik hatásosnak egyébként már, hogy jó hatásfokonat, mert... Értem én, hogy megtalálom, csak ugye nem tudok közben gyorsan haladni. Ez így tök jó, csak... Nyelveztem a legnagyobb előnyét a vízben haladásnak. Mondjuk jó, ha már járművel megyek, akkor van értelme. Ja, itt már elég, most kell messze menni. Ha megvan a nagy tartály, akkor már van értelme. Nem tudom, hogy még kell-e valamire. A magnetit az nagyon sok minden nem kell, azt hiszem talán négy bizonyos fegyver, fegyőszer típusban.
veszünk egy nagy levegőt, aztán... Ja, meg a lézervágót, de azt viszont... Mi azt még nem találtam. Vagy lehet, hogy igen. Na, tele vagyok. Ja, ez a stázis fegyver, az azért gáz, az... Ja, nem csitog meg van. Megvan, csak nincs nálam. Szuper, na, igen, sorra ne csesztem el, hülye vagyok. Fordítva kellett volna már azért, mert hogyha megcsinom az első edzenet, akkor ugye felszabad az inventor, és utána kellett volna összegyűjtögetem a másikat, mindegy. És akkor... Ezt már nem kell jelölni. Csak kell kettő üveg. Három óron. És egy. Összerakható a szívdrág első fele. Kellett egy kis nyersanyag hozzá. Na, megvan a szintrákunk, ura, és követte be menni innen, ugye. Na végre. Szuper. Szerű. És akkor ebbe is tudunk. Extra. Ja igen, ez üzemanyagcella kell. Ja, lemerült a B-vel. Na, és akkor ide kell látni. Jó, fogjunk a... Fogjunk biomasszát. Jó, azt most nem tudok.
Welcome aboard, Captain. Igen, ez a sajnos. Jó, akkor megnézem még az upgrade-et, amit le fogod csinálni, és akkor ugye, ami nagyon fontos, az a lézervágó. Arra ment az egész igazából ki. Még tök jó lenne ezt visszaalakítani. Hogyha vissza lehetne mondjuk alakítani sima titánnál. Ez munkása lenne. Jó, azt feltesszük tölteni. Jó, na. Akkor... ja igen, a lézervágó az nincs meg a felszerelés. Nem találtam a darabokat, de akkor most már az akvárium modul meg van, mert nincs. És akkor az ő upgrade-jei egy egyszer van olyan gyorsabb lesz. Lehet, hogy inkább azt kéne. Szerintem egyébként ezek is újak, tehát ez nem volt ilyen. Krítiumunk még nincs. Krisztályosodott szulfur az van. Krítium nincs, az elég mélyen van csak. Viszont ugye a mélység upgrade-et azt nem ártam megcsinálni. Steel és lesz most a plastil. Ilyen vagy az is lítium. Ilyet már tudnék csinálni. Hát mire kellett menni, csak nem emlékszem, hogy... ó, hát ilyen. Két elem csupán esély.
nem indultam el, de hogy kiveszem az egyiket. Csak ezt tudja felhasználni. Ez egy kis csalás. Már egy üres elemet csinálunk, hogy feltöltöttek. Meg is csináltam a figyelmet. Ugyan csaljunk az elemekkel. Na, akkor ez megvan. Ez nem megy. Le kéne menni mélyre. Nem kísérletezek, hogy megnézem, hogy hol a lítium. Menjünk biztosra. Mint hogy itt túlvágok. Purple rounds be. Na, az már mélyen van. 179, 36, 570, 567. Aha, az 500 méter. Ja nem, 170 méter. Hát, na mindegy, 179, 35, 56, 139, kicsit csaló, 100, azért fogyasztjuk, hogy jól mutat hoztam az oksit. Thank you.
paraméterünk az 570. De az éjszakon van. Rosszul néztem ezt a koordinátát. Ja, mínusz 5-7. Ja, jó. Mínusz 5-7. Ja, de itt már itt van az a nagy dög. Oh-oh. Igen, mert az is támad. Tudom, hogy az is támad. Ez nem egy békés közeg. Mert ezt eddig is tudtam. De én ezt nem érem ki. Istenes ez a szulfur, mondjuk olyat tudok találni máshol is. Egyébként a bajom szintén... Igen, Törtözánc, ez jó. Egy jó helyen vagyok. Abszolút jó helyen vagyok, csak meg fognak elmenni. Nem tudom, hogy ide lejön-e. Kérdés. Talán ide nem jön le. Aha, itt jön, jól itt vannak. Itt vannak a cuccok. Igen, az a baj ezzel, hogy tulajdonképpen itt se vagyunk olyan állati nagy biztonságban ebben a cuccban. Sőt. Tehát, hogy hiába van meg
cucc, hogyha itt szét fog kapni minket ez. Tehát kell az önvédelmi rendszere. Különben szívás van. Még itt relatíve békés. Ide már nem fér be. New technology acquired. Neked még haza is kell érni. Itt már békés. A lejutás meg a feljutás az nem az. Jól át fogok tévedni. Ups! Hopi! Technológia. Egyébként ez se ilyen volt. Én nem is vagyok benne biztos, hogy ez a bajom létezett. Szerintem ideig volt a határa, hogy ez. Szerintem nem létezett. Az előző verzióban. A baj az, hogy igen. Na jó, hát akkor valak tengertönnék közölni valami, szerintem hogy innen kijövök. Rá fog esni, rá, nem most beszorultam. Jaj, beszorult. Boy. Ciki. Olyan macerás volt ez a szarok most. Hát ez kellene, tudom. Beszúrtunk a szikor közé. Most jól lenne azon, aki szedne minket. Technology created. That's a little puzzle, so I don't know if I'm
ezek nyilván nem vannak. Ciki. Na jó, megnézem a komoló parancsokat már. Azt tudja, hogy nem fogom még egyszer megépíteni, csak azért, mert beszorult. Az biztos. Azt tuti. Annál azért macerása volt ezt összerakni. Hát, hogy minél kevesebbet csaljak. Aha, van egy Seaglide. Aha. Jó, akkor azzal tudunk csalni a legkisebbet. Olyan parancs. Letesz elénk egy ugyanilyet. Mert hát ez itt beszorult, tehát ez most... Már nem tudom, hogy a koordináta áthelyezés engem helyez át, vagy az eszköz. Azon a legkisebb csalás. Megemelném magamat. 10 méterre. Csak nem tudom, hogy viszi az eszközt magával, vagy nem. Próbáljuk meg azt. Na, akkor az úgy néz ki. F3. F8, kikapcsoljuk ezt, F3, Enter, F304, emeljük magunkat egy kicsit följebb, F110, 4, 5, 8, most vagy beleteszem magam a sziklába. Benne vagyok a járműben, na jó. A B verzió. Kiteszünk magunk elé Seaglide-ot. Ja, de nem Seaglide-ot akartam. Track-ot akarok. Azt ki azért be lehet szorulni így a... Be lehet szorulni a környezetbe.
de ez már nem teszi arrébb. Hát akkor csak durvát tudok csalni. Na jó, elköszönök szerintem, én azt valahogy megoldom. Valószínű annyi, hogy ha visszamegyek a bázisra, és akkor nyersanyagokat konzolból előállítom, mert még egyszer is tudom, fogom még egyszer összefarmolni. Na, köszönöm a figyelmet, ennyi volt a Subnautica Below Zero mára. Még biztos, hogy jövök ezzel, mert a sztorig eltolom, meg azt a két bájomat még megkeressük. Sziasztok, jó éjszakát!